A röszkei határátkelőn jelentkezett belépésre március 24-én osztrák autóbusz utasaként egy szintén osztrák állampolgárságú férfi. A pénzügyőrök a járművet félreállították, majd az ellenőrzés során gyanússá vált az idegesen viselkedő férfi. Az utas kabátjából előkerült 5 darab bérisbe vart szakértői vélemény alapján átalakított gáz- és riasztófegyver, valamint 70 darab éles lőszer. A pénzügyőrök a fegyvereket, valamint a lövedékeket lefoglalták az osztrák férfi ellen engedély nélküli lőfegyverrel, illetve lőszerrel visszaélés büntet megalapozott gyanúja miatt tettek feljelentést a Csongrád megyei rendőrfőkapitányságon. A rendőrség a 20 esztendős férfit a kihallgatás után őrizetbe vette.